Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! A mai történelmi videóban Léon de Grelről lesz szó. 1906-ban Belgiumban, Vallónia régiójában született egy Bouillon nevezetű kisvárosba, katolikus családba. A család vallásossága véget középiskolai tanulmányait egy jezsuita kollégiumban töltötte, itt találkozott először a politikával, amikor is megismerte Charles Maurras eszmeiségét és írásait. Maurras egy francia, nemzeti szindikalistának nevezhető politikus volt, az Action Française egyik alapítója és fő ideológusa a mozgalomnak. Eszmeiségének legfőbb alappillérei a vallásosságon alapuló nacionalizmus, a parlamentarizmus ellenesség, az erőteljes monarchizmus, és ami érdekes lehet, hogy a századforduló Maurras úgy vélte, ezen eszmeiségek összeférnek a forradalmi szindikalizmussal is. A kollégium elvégzése után de Grel a Löveni Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, amit azonban nem fejezett be. Egyetemi évei alatt 1924-ben lép be a Belga Katolikus Ifjúság Egyesületébe, és a német SA-hoz hasonló, persze nyilván sokkal kisebb kaliberű, katolikus, fiatalokból verbuválódott utcai rohamcsapatokkal akciózgat az istentelenek ellen. Ami miatt azonban ténylegesen befejezi tanulmányait, az az írás. 1930-ban a Rex nevezetű katolikus kiadó igazgatója lett, ami egy sikeres sajtóorgánumnak számított ez időtájban, olvasottsága folyamatosan ívelt felfelé. Olyannyira, hogy 1933-ban már 2 darab heti és 2 darab napi lapot is ki tudott adni a kiadó. Egyes források szerint de Grel Mexikóban is járt, ahol a Cristero háború utáni időszakot vizsgálta, igen alaposan felkutatva azt, ezen üggyel is erősítve benne katolicizmusát. Főszereplőnk csatlakozik a katolikus párthoz, azonban idővel szembe kerül a konzervatív és centrista tagokkal, de Grel véneknek nevezte őket, a párt programját pedig túl archaikusnak tartotta, így hát a párton belül elkezd szervezkedni, ami odáig vezet, hogy az 1935-ös kortréki találkozón meg annyi pártársával együtt kivált, és megalapítja a Rexet. Na de mit is kell tudni a Rexről és a de Grel által kinyilvánított rexizmusról? A mozgalom első számú nemzetközi példája Olaszország, és Mussolini olasz fasizmusa volt, ezen belül a korporativizmus volt a legfőbb átvett alapelv. A Rex a gazdasági válságnak, a remek propagandának, és de Grel nagyszerű szónoki képességének köszönhetően lett fokozatosan egyre és egyre népszerűbb. Passons à travers tous les obstacles. Pacifiquement, nous sauverons notre pays. Nous y rendrons l'unité, l'âme et le bonheur. Rex vaincra. N'hésitez rien, non, rien à voir avec notre salut. Un petit salut comme ça qui n'a rien de commun avec le nôtre. Le nôtre, la main tendue face au pays pour lui dire comptez sur nous, sur notre fidélité, sur notre foi. Que notre dévouement jusqu'à la mort. Et nous disons, monsieur Valzella, si vous voulez faire des révélations terribles, si vous voulez confondre secret devant tous ces hommes, venez à cette tribune les faire, vous avez la parole. Na meg persze, Mussolini anyagi támogatása sem volt mellékes. Meg kell jegyeznem, hogy a későbbiekben Hitler is támogatta a pártot, de a Rex eleinte még nem pártolt a német nemzeti szocializmus mellé. De Grel maga a rexizmust a Vallon Jean-Denis írásaira és gondolataira alapozta, ez az alap nagyjából a nacionalizmus és az autoriter beállítottságot jelentette. Persze de Grel tovább építette ezt. Nagyon fontos a katolicizmus és a royalizmus, a monarchia támogatása. Nagy hangsúlyt fektetett a társadalmi kérdésekre, a belga társadalmon belül mindennemű egyenlőségre való igyekezetet hirdetett, mindez természetesen antikommunistaként. A belga politikát jellemző romlottságra kontrázva erősen korrupció ellenesek, valamint a későbbiekben parlamentarizmus és pártokrácia ellenessé is váltak. De Grel úgy tartotta, hogy Belgium megújulásához az egész belga társadalomnak egy erkölcsi megújuláson kell átesnie, amiben a katolikus egyháznak nagy szerepet kell vállalnia, egyébként is hitt de Grel az egyház dominanciájában. A rexizmus ellene van mind a demokráciának és a liberalizmusnak, amiket dekadensnek tart,
mint ahogyan a kapitalizmusnak és a kommunizmusnak is, amiket kifejezetten károsnak és veszélyesnek nyilvánít ki. Ezen eszmeiségeket mind kiszerették volna tépni a belga társadalomból, és egy korporativista, nacionalista, hagyományos, a vidéki életmódot példaként felemelő, családias társadalmat akartak. Támogatóik között a veteránoktól kezdve katolikusokon, kiskereskedőkön, munkanélkülieken és fiatalokon át különböző társadalmi rétegeket meg lehetett találni. Hozzá kell tennem, hogy a Rex eleinte még nem utasította el teljesen a pártpolitizálást, 1936-os választásokon a szavazatok 11,5%-át szerzik meg, ami 21 képviselőt és 12 szenátort jelentett. Ugyanebben az évben de Gaulle találkozik mint Mussolinivel, mint Hitlerrel, továbbá halálukig tartotta a kapcsolatot a spanyol falangista vezetővel, José Antonio Primo de Rivera-val, valamint a román vasgárda kapitányával, Cornelio Codreanu-val is. A választások után vált a Rex erőteljesen parlamentarizmus ellenessé. 1939-ben a többi párt bojkottálja de Gaullet, erős antirexista propagandába kezdenek, ami sikeres volt. A Rex mindösszesen a szavazatok 4,44%-át nyeri meg. Ezen évtől válik de Gaulle nyíltan Hitler pártivá, és ekkor tájt kerül be a Rexbe az antiszemitizmus is, némileg a katolicizmus rovására. Mellékes történet, még a 30-as évek közepén ismeri meg Hergé karikaturistát, de Gaulle elmondása szerint Tintint ő ihlette a képregényírónak. A mozgalom szinte csak Vallóniában, Belgium déli részében tudott növekedni. Északon, Flandriában is működött egy hasonszőrű fasiszta mozgalom, a Flámsch National Verbond, ők azonban kiszakadáspártiak voltak, ergo Flandriát Hollandián belül képzelték el, nem Belgiumon belül, miközben a Rex egységes Belgiumban hitt. S noha, voltak párbeszédek a két mozgalom között, egymással főként ellentétes álláspontokon voltak. Belgiumban egyébként működött még több kisebb fasiszta mozgalom is, de ezek egyike sem működött együtt a másikkal. A második világháború azonban 1939-ben kitört. De Gaulle a harmadik Lipót belga király által is kinyilvánított semlegesség politikáját támogatta, azonban 1940. május 10-én Németország megtámadta Belgiumot. A párt darabokra hullik. De Gaullet a németekkel való kollaborálása véget Franciaországba internálják, ahonnan kivégzése előtt kiszabadítják a hónapokkal később benyomuló német csapatok. De Gaulle nyíltan, szabad akaratából, meggyőződésből kollaborált a németekkel, több más rexistával együtt, azonban meg annyi más rexista föld alatti mozgalmakban vett részt a németek ellen. 1940-ben egy érdekes beadványt nyújt be a németek felé, Nagy Burgundia létrehozását kéri, ami Észak-Franciaországot és Hollandiát csatolta volna egy vallon vezetésű új bábállamhoz, ezt azonban a németek válaszra sem méltatták. Fontos megjegyeznem, hogy Belgium kérdésében Hitler a flamandokat preferálta, rájuk bízta úgymond az ország vezetését. Ez nyilván de Gaullet és meg annyi más vallont frusztrált, főszereplőnk azonban elhatározza, hogy bizonyítani fog. 1941. augusztusában csatlakozik a Wehrmacht parancsnoksága alá tartozó vallon légióhoz, azonban mivel sosem volt katona, így közlegényként kezdi katonai karrierjét. A légiót a keleti frontra a Szovjetunió ellen vezénylik. A németek eleinte nem tartották jó katonáknak a vallonokat, a vallonok pedig ezt igencsak nagy sértésnek vették, a moráljuk így tehát egyre csökkent. A két náció katonái között olyannyira eleszkalálódott a konfliktus, hogy a szamarai körzetben szinte hogy kitört egy zendülés a vallon légió által, ez azonban az odaérkező szovjet offenzíva véget elmarad. 1942. februárjáról van szó, amikor is a mai Kelet-Ukrajna területén, Kromovaja Balkánál keserves csatát vívtak a vallonok a szovjetek ellen, fűszáról fűszára zajlott a harc, ami végül a vallon légió győzelmével ért véget. A németek ekkor látták be tévedésüket, és ekkor ismerték el őket bátor és kitartó katonáknak. Természetesen Léon de Gaulle is harcolt az első sorban. Egy hihetetlenül lelkes, harcra éhes és vakmerő katonának írták le őt. 1942. március 13-án megkapja a másodosztályú vaskeresztet, valamint tiszthelyettesi rangot is kap, sőt, két hónappal később már hadnagy lesz belőle, és az első osztályú vaskereszttel is kitüntetik. 1943. június 1-én de Gaulle úgy véli, a vallon katonáknak jobb lenne, ha saját SS hadosztályuk lehetne, és nem pedig a Wehrmacht kötelékében harcolnának a túlontúl német befolyású légióban. Így hát létrejön a Vallonian SS,
amelynek De Gaulle az Obersturmführere lesz, ami lényegében a parancsnok helyettes takarja. 1944. januárjában a dánokból, norvégokból, svédekből, finnekből, észtekből, hollandokból és belgákból álló Viking SS mellett harcolnak a Cserkászi katlanban. 44. februárjában a Vallonien SS dandárparancsnoka elesik. De Gaulle veszi át a helyét. A katlanban véres harcok dúltak a túlélésért, a szovjetek minden áron be akarták keríteni és fel akarták morzsolni a több mint 60 ezer katonát. Kívülről egyébként 80 ezer német katona támadta a szovjet csapatokat. A Szovjetunió közel 350 ezer katonával támadt. A támaszpontot, melyet De Gaulle és katonái tartottak, nem tudták átörni a szovjetek sokadik támadással sem. A németek azonban kiadták a parancsot a kitörésre. 55 ezer halott és 18 ezer fogságba esett katona árán a többiek kimenekültek, ide tartozik De Gaulle és a Vallonien SS is. Legalábbis ami maradt belőle, ugyanis 60%-os veszteséget szenvedtek, mindeközben pedig főszereplőnk súlyosan megsebesült. Ezen események után 1944. február 20-án De Gaulle megkapja a Vaskereszt lovak keresztjét, ami egy hatalmas elismerésnek számít. Áprilisban a Vallonien SS Sturmbannführerévé léptetik elő. Maga Hitler adja át a Farkasoduban a Vallon katonának a lovak keresztet, a Führer az alábbi szavakkal illeti De Gaullt. Ha lenne fiam, akkor szeretném, hogy önre hasonlítson. Főszereplőnk háborús dia azonban nem ér véget. 1944. júniusában a Narvai csatában harcol Észtországban a Tannenberg vonalon. Itt is derekasan az utolsó percig harcol, azonban ennek meg is lett a következménye. Mindössze 20 embere marad a csata végére. Helytállásáért azonban tovább fokozzák az elismerését. Lovak keresztjéhez augusztusban megkapja a tölgyfalombokat is. 1944. októberében az összes Wehrmacht és SS kötelékében harcoló Vallon katonát összevonják, ez 8000 főt takart nagyjából, és létrehozzák a 28. Vallonien SS-t, amit immáron teljes mértékben Léon De Gaulle vezetett. A mai Lengyelország területén harcolt ez időtájt, ahonnan egészen az Oderáig verik őket vissza a szovjetek. 1945. május 2-án az utolsó napokban Himmler ezredessé lépteti őt elő, ami azonban nem minősül hivatalosnak, mivel Heinrich Himmlernek ekkor már meg sem volt a tisztsége, hiszen a Führer még a halála előtt megfosztja őt tőlük az ellenséggel való titkon egyezkedés miatt. De Gaulle nem volt hajlandó kapitulálni. Kalandos módon megszökik. Dániába, onnan pedig Norvégiába megy, ahol felszáll egy bombázóra, amivel egészen Spanyolországig repül. Belgiumban halálra ítélték, de Francisco Franco, a spanyol vezető erre nagy ívben tojt egyet, és De Gaullt az oltalma alá veszi, olyannyira, hogy 1954-ben még spanyol állampolgárságot is kap. Léon De Gaulle története a háborúval nem ér véget. Spanyolországban marad, itt éli le életét, villája a nemzetközi neonemzeti szocialista mozgalmak találkozó helyévé vált a háború utáni időkben. Gyakorta írt, meg annyiszor adott riportot, és haláláig ragaszkodott a Hitler felé irányuló hűségéhez. A holokausztot tagadó körök egyik első számú szószólójává vált. Egyébként pedig egy jól menő építési vállalat vezetője volt, egészen 1994-ben bekövetkezett szívrohamáig, amiben a néhai rexista vezető belehalt. Talán így a végére érdekes lehet idéznem egyik riportjából. Visszatekintve a történelembe, megbánt valamit a világháborúval kapcsolatban? Csak azt, hogy elveszítettük. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.